Bosán György sokoldalú alkotó volt, portrékat és csendéleteket is festett, ugyanakkor a Szabadkai Grimasz című szatirikus lapban is megjelentek a karikatúrái. 1938-ban a Belgrádi Művészeti Akadémia hallgatójaként a Népkörben a Híd folyóirat tárlatán is bemutatkozott. 1984-ben hunyt el. Özvegye dr. Nádá Bosán a Szabadkai Városi Múzeumnak adományozta az alkotó 26 művét, ezzel megalapozta a Bosán György ajándékgyűjteményt. Egy kiváló művészről van szó, egy kiváló gondolkodóról, egy kiváló tanárról. Ő a Belgrádi Akadémiának a tanára volt festészeti szakon. A diákjai nagyon szerették, most azok némelyek közül szintén tanárok akadémiákon, Belgrádban vagy Újvidéken. De azon kívül a festészetében olyan korszakokat lehet felfedezni, amelyek követik nem csak az ő személyes életét és tapasztalatait, hanem a körülötte lévő folyamatokat is tükrözik. A gyűjtemény mellett Bosán György olyan alkotásai is láthatóak a tárlaton, amelyeket más intézményekben őriznek. Erre a kiállításra olyan alkotásokat is kölcsönöztünk, különböző más közintézményekből, mint például az Entai, az Óbecsei Városi Múzeumok, a Becskereki Kortárs Képzőszti Galéria, vagy például a Belgrádi Kortárs Képzőszti Galéria. És hogy hát akkor ki ne hagyjam a sorból még a Belgrádi Zsidó Történeti Múzeumot is, tehát onnan is kölcsönöztünk munkákat erre a kiállításra. Bosán György alkotásait márciusig tekinthetik meg az érdeklődők a Szabadkai Városi Múzeumban.